Azt nyilvánvaló, hogy a világpolitikai helyzet alapvetően megváltozott, és sajnos ez a változás negatív irányú. Nagyon veszélyes pillanatban vagyunk. A következő bő fél év döntő lesz abból a szempontból, különösen a következő bő fél év világpolitikai eseményei döntőek lesznek abból a szempontból, hogy a háború vagy béke irányába mozdul-e el a világ és benne Európa. Azt látjuk sajnos, hogy egyelőre több a rossz hír, mint a jó. Brüsszelben egészen új fokozatba kapcsolt a háborúpárti véleményeknek a megfogalmazása és akciókká gyúrása. Európa meghatározó politikusai beszélnek arról, hogy Ukrajnába katonákat kell küldeni, noha ez korábban egyértelműen vörös vonal volt az Ukrajnát fegyverekkel támogató országok számára is. Ezt képest most ebben éles és rossz irányú negatív fordulat állt be. Most arra készül a NATO, hogy Ukrajna oldalán a gyakorlatban is bevonódik ebbe a háborúba. Létre akarnak hozni a NATO-ukrán misszió keretében egy 100 milliárd dolláros alapot. Ezzel akarják segíteni közvetlenül a katonai kiképzést, koordinálni a fegyverszállításokat, és ráadásul itt az a határ, ami eddig éles volt, hogy Ukrajna területére NATO tagállamok katonái nem lépnek be. Ez is nap mint nap mosódik el. A francia elnök például most már egyáltalán nem zárja ki ennek lehetőségét. Ezért aztán azt mondhatjuk, hogy a háborús láz a brüsszeli bürokratákról most már átterjedt a NATO-ra és a NATO parancsnokokra is. Magyarország pedig, mint NATO szövetséges, komolyan aggódik emiatt, hiszen az biztos, hogy ennek ellenére mindkét eshetőségre készülnünk kell.